Őszinte szeretettel köszöntelek benneteket, drága testvéreim, ezen az esti alkalmon, amikor néhány kérdés áll előttünk, és szeretném utána a kérdéseket, amikor megbeszéljük az Úr Jézus segítségével, rátérni a témakörre, amely a ma estére meg lett hirdetve. Több kérdést kaptam. Én nézem az órát, hogy mennyit tölthetünk el a kérdésekre, és ha lesz idő, akkor minden kérdést szeretnék megbeszélni. Ha viszont nem lesz idő, akkor péntekre fogjuk hagyni, mert tegnap este pozitív visszhangot kaptunk, és találkozhatunk még pénteken este itt ezen a helyen, ebben a teremben. Jakab, vagyis először is egy kérdést kaptam, ami nagyon jó. Én olyan boldog vagyok, amikor jó kérdéseket kapok tőletek. A kérdés így hangzik. A 10 parancsolat. Mit ér, ha a szombatot megtartom, és a többit nem? Mi erre az egy szavas válasz? Semmit nem ér. Ha a 10 parancsolatból bármelyiket nem tartjuk meg, nem csak a szombatot, hanem a tisztelt atyádat és anyádat, ne ölj, ne lopj, faragott képet ne csinálj, Istenek nevét hiába felneved, és ne soroljam a törvényeket a 10 parancsolatban, bármelyiket, ha nem tartjuk meg, akkor az nem ér semmit. Nem csak a szombat, bármelyik, mert itt erre kérdez rá. És erre egy igét is szeretnék bátorításról olvasni, Jakab levelében a 2. rész 10. versét. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de véd egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Egyezünk ezzel? Nem ér semmit sem a 9-et megtartani, bármelyiket, ha kihagyjuk. Isten azért adta a 10 parancsolatot, hogy mind a 10-et az ő segítségével megtartsuk. A másik kérdés, annyi van a papíron, hogy Lukács evangélium a 10 rész, 5-től a 8-ig terjedő versek. Itt a 70 tanítvány kiküldéséről van szó. Én még olvasnám a 10 rész első versét is, hogy lássuk, hogy miről van szó. Nem tudom, hogy mit szeretne kérdezni a kedves kérdező, amit én értek, és ami számomra tanulságos, azt fogom megemlíteni, mivel a csak Biblia idézet van. Ezek után pedig rendele az Úr másokat a 70-et, és elküldi azokat kettőnként az ő ország előtt, minden városba is helyre, ahová menendő volt, ahová Jézus akart menni. Olvasom az 5-től a 8-ig. Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak. És ha lesz ott valaki békességnek fia, a ti békességetek azon maradjon, ha nem, tireátok tér vissza. Ugyanazon házban maradjatok pedig, azt evén is iván, amit ők adnak. Mert méltó a munkás az ő jutalmára, ne járjatok házról házra. És valamely városba bementek és befogadnak titeket, azt egyétek, ami előttök beadnak. Ha az étkezésről gondolt a kedves kérdező, akkor nem szabad elfelejteni, hogy ezek zsidókhoz mentek. Sokan kérdezik, hogy a 7. vers végén miért mondja azt, hogy ne járjatok házról házra. Azért, mert Izrael területén laktak pogányok is, laktak különböző nemzetiségűek is, akik nem tartották be az isteni elveket úgy, mint ahogy a zsidók betartották. Ezért mondja, hogy ne menjetek házról házra, hanem menjetek, és most élek az evangélium másik helyen való utasításával, menjetek Izrael eltévedt lyukaihoz. Én most ma este annyit szeretnék itt elmondani, hogy a 12 tanítványt is Jézus Krisztus, meg a 70 tanítványt is Jézus Krisztus csak a zsidó néphez küldte. Van egy profécia az Ószövetségi Szentírásban, időre szóló jövendőlés, amely 34-ben járt le. 34-ben járt le, és amíg le nem járt az az idő,
míg az apostolok Jézus Krisztus mennybe menetele után sem mentek más nemzetiségieknek hirdetni az evangéliumot, csak egyedül is kizárólag a zsidókhoz. És amikor arról van szó, hogy amit elétek tesznek, az egyetek meg, mivel a zsidók betartották az Istentől adott étkezési szabályt, így szabadon megehettek mindent. Ha a kedves kérdező csak idézetet adott, másra gondolt, nagyon nyugodtan, akár szóban feltehet, és pénteken még részletesebben válaszolok. Kaptam ugyanakkor egy nagyobb papíron három kérdést. Mind a három kérdést nagyon röviden szeretném megválaszolni, és azt mondja a kedves kérdező. Az adventista vallás egyes személyek szerint miért kiválóbb, mint a katolikus, református, ortodox vagy más vallások? Róma 3:9-12 szerint mindannyian bűnösök vagyunk, miért ösztözik az embereket ősi vallásuk elhagyására? Hát kedves testvéreim, valóban a kedves kérdező hozza az idézetet Rómabeliekhez írott levél 3. részéből, a 3. résznek a 9-12. Versében versét idézi, ahol valóban arról van szó, hogy minden ember bűnös. A kérdés, ahogy úgy érzem, a veleje az, hogy miért ösztönzik az embereket ősi vallásuk elhagyására. Én nem tudom, itt vagyunk ez a 8. este. Hallottátok ti azt tőlem, hogy az ősi vallást el kell hagyni? Nem hallottátok, nem is fogjátok hallani. De most beszéljük meg, hogy melyik az ősi vallás. Vajon az-e az ősi vallás, ami a Bibliában van meg? Az első századi kereszténység a Bibliában megírt újszövetségi szentírásban tükröződik. És nekünk keresztényeknek, akár a 21. században élünk, akár a 16. században, vagy éltek az emberek, vagy az 5.-6. században, mindenkinek egy felhívása van, térjünk vissza, hová? Az eredeti ősi gyökerekhez. Egyeztek ezzel? Miért jöttetek el ma este is? Azért, hogy valami újdonságot halljatok, vagy hogy halljuk egyszerűen azt, ami a Szentírásban van. Én tudom azt, hogy Isten engemet is személyesen azzal bízott meg, hogy embertársaimnak mondjam el azt, ami a Bibliában van. Szeretném visszakérdezni tőletek, hallottatok ti az elmúlt hét este olyan dolgot, ami a Bibliában nem volt megírva tőle? Hallottatok? És nem is fogtok sohasem hallani. Nekünk keresztényeknek egy alapproblémánk van, az, hogy beleélünk egy zűrzavaros vallásvilágban, és rendszerint az hangzik el, hogy mindegyik egyház a saját igazát akarja bizonyítani. Én ezt től eltérően azt mondom ma este is nektek, olvassátok a Bibliát, és hozzátok hiteteket, életeteket összhangba a Bibliával. És ti is így látjátok? Mert hol találjuk az Isten igazságát? Megvan itt Isten igazsága? Én arra bátorítok a kedves testvéreim, hogy mindannyian így tegyük. Van egy másik kérdés is, pontosabban még kettő. Máté evangélium a 23. rész 15-12-15-ig kire utalnak ezek az igék? Ez Jézus Krisztus beszéde, és azonnal fel fogom lapozni, Máté evangélium a 23. rész. Én legszívesebben, ha volna idő, akkor a 23. részből legalább 10 verset elolvasnák, nem csak 3-at, 4-et, tehát a 12-től a 15-ig. Itt ismétlődik, én csak elmondom azt, hogy mi ismétlődik. A 13-ban, a 14-ben és a 15-ben is ez áll. Jaj, néktek képmutató írástudó kis farizeusok! Jézus Krisztus ezt a beszédét halála előtti hét, azon a héten, amikor pénteken meghal a kereszten, kedden tartja. Jézus Krisztus két nagy beszédet tart. A 21. rész 17.
hetedik versétől kezdve a 23. rész utolsó verséig a templomban tartja ezt a beszédet. Nehogy tévedjek, mert én is ember vagyok, 21. rész, 23. rész. Tehát 21. rész, 23. részétől azt olvassuk is, mikor bement vala a templomba. Ez a beszéd szakasz, ami a 23. részben van megírva, ezt úgy nevezzük, hogy Jézus jaj beszéde. Jaj beszéde. Miért? Mert a hegyi beszéd Máté evangélium a 5. részében 8 boldog mondással kezdődik. Itt Jézus Krisztus az utolsó beszédében 8-szor így kezdi el, hogy jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok. Kihez szól Jézus Krisztus ebben a beszéd szakaszban? A képmutató írástudókhoz és farizeusokhoz. Azonban, kedves testvére, legyünk nyíltak és őszinték. Vannak ma is képmutató keresztény emberek? Vannak ma is képmutató írástudó farizeusok? Vannak. De tudjátok, hogy mire vigyázzatok? Ti is, és jó magam is, hogy te is, én ne legyünk képmutató írástudók és farizeusok. Ismétlem, Jézus Krisztusnak ez az utolsó beszéde és a legkeményebb beszéde, amelyet Jézus Krisztus megtartott. Különben még zárójelben hadd említsem meg, hogy Máté evangélium az egyetlen evangélium, amely Jézus Krisztusnak hat beszédéről beszél, és ez sorrendben az 5. beszéd. Még egy kijelentés, még egy kérdés, Máté evangélium a 24.11-től a 14-ig, kitől kell őrizkedjünk? Tehát a 24. rész 11-től a 14-ig, azt mondja az Jézus Krisztus ebben az utolsó beszédében, ami viszont a 6. beszéde Jézus Krisztusnak, amelyet az Olajfák hegyén mondott el, ez Máté evangélium a 24. és 25. részében van megírva, és a 26. rész 2. versében zárul. És ott írja a Szentírás, hogy 2 nappal halála előtt, 2 nappal az utolsó vacsora előtt mondta el. Ez kedden volt. Olvasom ezt az ígét, hogy lássuk, hogy miről van szó. És sok hamis próféta támad, és sokakat elhitetnek. És mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. 3 dologról szól Jézus Krisztus a felolvasott ige szakaszban, és azt mondja, hogy sok hamis próféta támad, és eredményesek lesznek. Na most, testvéreim, könnyen dobálkodózhatunk mi ezzel a kifejezéssel, hogy hamis próféta. De ki a hamis próféta? Az a hamis próféta, amely állít olyan dolgot, amit nem tud a Bibliából alátámasztani. Függetlenül attól, hogy kicsoda, milyen egyházi méltóságban van, vagy mi a foglalkozása, hamis próféta az, aki nem tisztán adja tovább nem csak egyes részeit a Bibliának, hanem az egész Szentírást. Miért adta Isten a Szentírást? Azért adta, hogy mi megtaláljuk azt, hogy mi az ő akarata. És amikor megtaláltuk, hogy mi az ő akarata, akkor mi magunk döntjük el azt, hogy elfogadjuk, vagy pedig nem. A másik dolog, amiről is szó van, mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Én hosszú éveken keresztül olvastam ezt a szöveget, és nem tudtam mit kezdeni vele, de elővettem a görög szöveget, és amikor elolvastam görög nyelven Jézus Krisztusnak ezt a kijelentését, akkor megértettem, hogy Jézus Krisztus miért mondja ezt el. És most ezt szeretném átadni. Ezenben a sorozatban említettem azt, hogy görög nyelven 4 szó van a szeretetre, amit rendszerint magyarul szeretetnek fordítunk le. Ez az agape, phileo, eros és philadelphia. Tehát azt jelenti, hogy az agape az önzetlen isteni szeretet, másokért térő szeretet. A phileo az az, aki megharagszik, ez az igazi énközpontú emberi szeretet. Az eros az erotika, és a philadelphia pedig a testvéri szeretet, testvérek közötti szeretet, testi testvérek közötti szeretet. Mit gondoltok, hogy itt Jézus Krisztus melyik szót használja?
az elsőt, a másodikat, a harmadikat vagy a negyediket, és mindjárt adom a választ. Megrőkönyödtök lehet, hogy ma este ti is, mint ahogy én megrőkönyödtem több évtizeddel ezelőtt, amikor elolvastam görög nyelven, hogy itt az agapéról van szó. Mert mi mindannyian önző emberi szeretettel születtünk, és a megváltás tervének egyik célja az, hogy mi az önző filéói emberi szeretettől Isten segítségével feljussunk az isteni önzetlen szeretetre. Miért? Ha valaki erről többet szeretne olvasni. Én bátorítalak benneteket, drága testvéreim, akár még ma este, hogy amikor hazamentek, olvassátok el János közönséges első levelét, és ebben az egyetlen egy levélben, ha jól emlékszem, 43-szor van a szeretet szó, és minden egyes alkalommal agapé van használva. És próbáljuk saját szeretet viszonyunkat, Istennel való szeretetünket, embertársainkkal való szeretetünket lemérni, hogy vajon én hol állok, rendelkezek-e én isteni szeretettel. Tehát olvassátok el János közönséges első levelét. Most Jézus Krisztus azt mondja, hogy mivel a gonoszság megsokasodik, lesznek az emberek között, akik Isten segítségével felnőnek az isteni szeretetre, és ahogy itt elmondja, a szeretet pedig sokakban meghidegül. Még az isteni szeretetet is elveszthetjük. És veszitek észre, hogy hangsúlyozottan, ahogy mondtam, én is elveszthetem, ha nem veszem komolyan az Isten igazságát, de ti is elveszthetitek minden, akik nem veszitek komolyan az Isten igazságát. És ott van a 14. vers, amely úgy hangzik, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik, és most megállok és kimondom azt a szót hangsúlyozom, bizonyságul. Bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Mit jelent ez a szó, hogy bizonyságul? Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy hirdetve lesz az evangélium, és mindenki majd megtér. Szó sincs róla. Jézus azt mondja, hogy ez az evangélium bizonyságul tudtára fog jutni minden embernek. És kedves testvéreim, nagy részetek 30 éven fölül van. Akik 50 éven fölül vannak, még jobban megértenek. 1980-as években el tudtuk-e képzelni azt, hogy itt a kultúrban összejövünk a Szentírás tanulmányzására? Igen vagy nem? Eszünk ágába se volt. Mert nálatok is ugyanolyan kemény ateista rendszer volt, mint nálunk. El tudtuk-e képzelni azt, hogy a rádióban, a televízióban lesz lehetőség a Bibliát hirdetni? Eszünk ágába se volt. És most figyeljük meg, hogy Isten mit tesz. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az utolsó időben hirdetetik az evangélium bizonyságul minden népnek. Kedves testvéreim, akkor mi az utolsó időben élünk? Én olyan boldog vagyok, amikor tegnap este befejeződött itt az Isten tisztelet, én felvetettem azt, hogy hol jöjjünk össze is, stb. Pénteken, és utána még a polgármester úr is hozzájárult ahhoz, hogy itt jöhessünk össze. 30 évvel ezelőtt el tudtuk képzelni, hogy a polgármester megengedi azt, hogy a kultúrba összejövünk imádkozni Isten igét tanulni. Szó sincs róla. Akkor miről beszél Jézus? Az Isten országának ez az evangélium a hirdettetik bizonyságon minden népnek. Jézus Krisztus nem azt mondja, hogy minden ember hívő ember lesz, minden ember elfogadja az igazságot, minden ember Istennek fog szolgálni, azonban Isten mindenkinek megadja a lehetőséget arra, hogy szolgáljon az Istennek, megismerje az Isten akaratát, és most van az alkalom az, hogy komolyan vegyük, mert erre Isten megadta a lehetőséget. Szeretnék még elmondani egy dolgot. Kína is ateista ország. 20 évvel, 30 évvel ezelőtt Kínában sem lehetett elképzelni, hogy lesz lehetőség arra, hogy hirdetve legyen az evangélium, most ott is megnyílt. Ami megdöbbentő, testvérem, az arab országokra viszonyítva, lebontva, hogy az arab országokban is nagy részt, nem minden arab országban, nem minden mohamedán országban, de lehetőség van arra, hogy hirdettessék az evangélium. És most befejezésül a válaszadásra szeretném összekötni, Jézus Krisztus beszél a Bibliában arról, hogy az utolsó időben nagy lesz a tudás.
Ott van a Skype, ismeritek a Skype-ot, akinek szeretteitek van külföldön. Halljuk és látjuk, és nem is kell bedugni a falba, nem is kell drót hozzá. Egyszerűen fogjuk az okos telefont és beszélgetünk. Így a lehetőség arra, hogy hirdetve legyen az egész világon, ott van a világháló, amin keresztül mindenhova el tud jutni. Nagyon sok mindent kellene még elmondani, ránéztem az órára és be kell fejeznem. Az Úr Jézus segítségével ma este szeretnék rátérni a mai témakörünkre, amely ebben a sorozatban nem az utolsó, hanem a pénteki lesz az utolsó alkalom. Jézussal együtt élhetünk az újjáteremtett földön. Isten segítségével úgy törekedtem felépíteni az egész sorozatot, emlékeztek rá, hogy Jézus Krisztus hív bennünket, minden embert az örök életre. Második este foglalkoztunk a kétféle válasszal, utána foglalkoztunk számos igazsággal, és végigmentünk a vizsgálóítéleten, Jézus Krisztus mennyei közben járását tanultuk. A kegyelem idő lejártát, amikor a hét csapás lesz, tanultunk Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléről. Tegnap este tanultunk az ezer éves ítéletről, és ma este a Biblia történet szerint az utolsó témakör, a Biblia történet szerint, azonban a sorozatban pénteken tesszük még rá a koronát az egész heti tanulmányzásunkra. Jézussal együtt élhetünk az új földön, vagyis Isten újjá teremti a földet. Hogy ez hogy történik, először egy alap dolgot szeretnék, drága testvéreim, hozni. Olvasom szó szerint, a Biblia első két fejezete, tehát Mózes első két könyvének első két fejezete a teremtésről és az ember otthonának elkészítéséről szól. A Biblia két utolsó fejezete pedig a Föld újjáteremtéséről és a megváltottak otthonáról szól. Mit jelent gyakorlatilag ez? Azt mondja a Szentírás, hogy Isten lakásul teremtette az embernek a Földet. Isten eredeti terve az volt, hogy az ember boldogan, bűn nélkül itt éljen a Földön. Azonban most kezemmel mutatom, elindul az emberiség története, bejön a bűn, azonban Isten eredeti tervét nem változtatta meg az ember szófogadatlansága, hanem az egész Szentírásban, ami meg van írva, egy hatalmas ívet ír le az emberiség története, és hová vezeti vissza újból Isten az emberiség történetét. Visszavezeti oda, hogy megsemmisül a bűn, Isten megsemmisíti a bűnt, a bűnöst, megsemmisíti a bűn következményét, a halált, a szenvedést, ahogy ma este egy szöveg erejéig érinteni fogjuk, újjáteremti a Földet, és a megváltottak Isten segítségével, hogy legyünk ott, hol fogunk örökké élni. Ott, itt, ezen a Földön, ami azt jelenti, hogy a bűn bejötte, nem változtatta meg Isten tervét, csak egyszerűen elnapolta, elodázta, és a Biblia a teremtésről, teremtéssel veszi kezdetét, és a Föld újjáteremtésével fejeződik be. Azonban szeretnék még egy fontos dolgot ma este mindjárt a bevezetőben megemlíteni. Isten a Bibliában három világról beszél. Olvasni szeretném a Szentírásból Péter apostol második leveléből a harmadik rész, 6., 7. és 13. verset. Más színnel szedtem ki az egyik világ, a másik világ és a harmadik világot, amiről a Bibliában találunk, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. Mit jelent Isten szavában ezt, hogy az akkori világ vízözön által elveszett? Mit jelent? Azok az emberek, akik szófogadatlanok voltak a vízözönkor, elvesztek. És itt azt mondja, hogy az akkori világ, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek, tűznek tavában fenn, tartatván fenn. Hogyan lesz megsemmisítve a mostani világ? Mit mond a Biblia? Tűznek tavában. És a harmadik, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik.
Volt tehát a vízözön előtti, van a jelenlegi, és Isten újjá fogja teremteni az egész földet. Amikor Isten újjá teremti a földet, akkor így találjuk feljegyezve Jelenések könyvének 21. rész első versében, ezután új eget és új földet láttam, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. Kedves testvéreim, szeretnélek benneteket egy rövid percre visszaemlékeztetni a tegnapi témakörünkbe. Amikor a gonoszok feltámadnak, Sátán eloldoztatik az ő fogságából, és amikor el lesz, mit jelent az eloldoztatása, lesznek emberek, akiket lázítson Isten ellen, és mire fogja rászedni? Arra, hogy támadják meg az új Jeruzsálemet, amelyben a megváltottak vannak, és ha legyőzik a megváltottakat, és meg tudják ölni őket az új Jeruzsálemben, akkor ők lesznek az urak a földön. És hogy olvastuk ezt tegnap este? Amikor körülveszik a szeretett tábort, pontosabban az új Jeruzsálemet, sátáni seregei, akkor mi történik? Az égből tűz száll alá, és megsemmisíti az embereket, megsemmisíti a sátánt, megsemmisíti a bűnt, megsemmisíti a sírt, a halált, és mindent, ami tönkretett az ember. Mert kedves testvéreim, mi milyen világban élünk? Ahol minden szennyezett. Itt Dobán például ti még élvezitek a jó levegőt. De menjetek el nagyvárosba, még a nagyváros az Bukarestnél kezdődik, menjetek el Londonba, az ember alig tud néha levegőt kapni. Miért? Mert szennyezett a levegő, szennyezett a víz, szennyezett a talaj, és mi nem tudunk sokáig érni ezen a földön. Elmondok egy élményt, ami nem most volt, hanem majdnem 40 évvel ezelőtt. Vajdaság egyik falujában látogattam embereket, és este vártam a buszállomáson a buszt, és amíg ott állok, hallom, hogy két idős bácsi, én akkor 30 év körüli voltam, és a 60 évesek már nagyon idősek voltak számomra. Most már nem. És beszélget két bácsi, és a gyerekeket, az unokákat várják, hogy busszal megérkezzenek 25 kilométeres távolságból egy nagyobb városból. És az egyik ember azt mondja a másiknak, tudod, komám, olyan jó ezeknek a mi gyerekeinknek. Mi ezt az utat 5 óra hosszáig gyalogolva értünk haza, sárba, télbe, hidegbe, hóba, tapostunk mindent, és holtfáradtan érkeztünk haza. A mi unokáink felülnek a buszra a városba, és a 25 kilométer 25-30 perc alatt megteszik, nem fáradnak el. Milyen jó nekik! És tudjátok, mit mondott a másik ember? Azt mondja, ebben igazad van. De mi a mi atyáinktól, a mi szüleinktől örököltünk tiszta levegőt, tiszta vizet, tiszta talajt, de mit hagyunk mi az utókornak? És egy konkrétumot hozok, kedves testvéreim. Én figyelem azt, hogy itt ti is, ahol sok forrásvíz van, és ti boldogok vagytok, de menjünk be a városba, a városi nép nagyobb része milyen vizet iszik? Boltba vásárolja az ivóvizet. Hadd mondjak el egy élményemet Egyiptomból. Tudtam azt, hogy a víz nagy gondot jelent Egyiptomba, és egy péntek alkalmon, amikor már elfogyott a vizem, amit otthonról hoztam, repülővel jöttünk, Kairóba, Belgrádból Kairóba, és elmentem egyik üzletbe pénteken, hogy csütörtökön, hogy bevásároljak péntekre. Miért? Mert a mohamedánok a pénteket ünneplik, épp úgy, mint a keresztények a vasárnapot, és mi adventisták és a zsidók pedig a szombatot. És mivel én szombaton sem vásárolok, így csütörtökön bevásároltam 6 üveggel, ami gyakorlatilag 9 liter víz. Tudjátok-e, hogy 1,5 liter vízért mennyit fizettem Egyiptomban? A 1,5 liter vízért kapott, annyiért vettem meg,
amennyiért 10 liter dízel olaj üzemanyagot lehetett venni. Másfél liter víz mennyibe került? Annyiba, mint most a ti nyelveteken, vagy szójárásokat, mint 10 liter motorina. Hadd mondjak el még egy dolgot. Az ezred fordulónál beszéltem egy magas beosztású emberrel, csak egy mondatba foglalom össze. Azt mondta nekem faragó lelkész, a harmadik évezredben nem a kőolajért lesz a harc, hanem a tiszta ivóvízért. És ezek tények, és ezért Isten, amikor megsemmisíti a bűnt, megsemmisíti a bűnöst, megsemmisíti a bűn következményét, akkor mit mond Isten igéje? Isten újjá teremti, új eget és új földet. És elmondja azt, hogy az első ég és az első föld elmúlt. Tűzzel, és hogy hogyan, milyen vegyi módszert használ Isten az újjáteremtéshez, nincs kinyilatkoztatva, ezért én is hallgatok. De a bűnnek minden következményét meg fogja semmisíteni, ezért Isten a földet tűzzel tisztítja meg a bűntől és a bűn következményétől. Az újjáteremtett föld lesz a megváltottak otthona, ahogy ezt említettem is. Most kezdjük el megismerni az új földet. Mi nem lesz az új földön? Így olvassuk Jelenések könyvének a 21. rész 4. versében, és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről, és itt számoztam is, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Kedves esélyem, el tudjuk mi ezt képzelni? Én most egy kicsikét részletezem. El tudjuk-e képzelni olyan országot, ahol nem lesz hadsereg, nem lesz kórház, nem lesz mentőállomás, nem lesz rendőrség, nem lesz fegyház, nem lesznek betegek az emberek, nem fog fájni a fogunk, és még sorolhatnám végig. El tudunk mi képzelni egy olyan országot? Nem. Miért? Mert mi ebbe születtünk bele. Azonban Isten azt mondja, hogy az új földön mindaz nem lesz. Mert most ne soroljam végig a hadseregtől, a rendőrségen keresztül, a kórházig, a betegekig, a temetőig. Minek a következménye mindez? Isten eredeti tervének, vagy pedig az ember szófogadatlanságának, a bűnnek a következménye mindez. És Isten azt mondja, és ez annyira természetes, hogy amikor megsemmisít Isten a bűnt írmagjával együtt, akkor Isten újjáteremti a földet, és az, ami itt szomorúsággá, fájdalommá tette. Például csak visszahivatkozom, kedves testvéreim, tegnap is temetés volt itt Dobán. Szemtanúi vagyunk mi annak, hogy a bűn zsoldja a halál. Hadd mondjak el egy élményemet. Nálunk az országból divat volt idő, amikor divat volt kiköltözni Ausztráliába is. Egy kint élő ember hazajött, és a barátjának édesgeti, hogy milyen jó Ausztráliában. És a barátja azt kérdezte tőle, hogy mondd, van ott temető? Azt mondja, van. Hogy tudsz ilyet kérdezni? Itt is van. Akkor mennyivel ott is a halok meghalnak az emberek, és itt is. Ezen a földön ez természetes? Még akkor is természetes, hogyha Korintus első levél 15. és 26. versében Isten a Szentírásban azt mondja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. De hol? Az új földön nem lesz halál, ahogy itt is olvastuk, mert az elsők elmúltak. Pál apostol korintusi levélben ír arról, mit készít Isten az őt szeretőknek. Én annyira hálás vagyok Istennek ezért a kinyilatkoztatásért 1 Korintus 2.9-ben, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve el sem gondolt, amiket Isten készít az ő szeretőknek. Én nekem nagy gondom volt összeszedni, hogy azt mondjam el, ami a Bibliában van, mert én azt szeretném ma este is elétek tárni. Amikor az új földről beszélünk, meglátjátok, hogy János apostol, aki látja az új Jeruzsálemet és az új földdel kapcsolatos kijelentéseket, mennyire nem talál szavakat. Miért? Mert mit mond Isten Pál apostol által? Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme el se tud képzelni. Hát kedves testvérem, elmondok egy tapasztalatot.
Tartottam sorozatot és beszéltem az örök életről, és utána találkozok néhány nap múlva egy emberrel, középkorú emberrel, aki eljárt minden este az előadásra. Azt mondja, Faragó lelkész, képzelje el, hogy mi történt velem az este, amikor az örök életről beszélt nekünk. Mondom, mi történt? Senki nem volt otthon, a család elment rokonlátogatásba. Hazamentem, lefeküdtem az ágyra, leoltottam a villanyt, és megpróbáltam végére járni annak, hogy örökké valóság. És kezdtem számolni. 1 millió évet élek, és még mindig élek. 100 millió évet, és még mindig élek. 1 milliárd évet élek, és még mindig élek. És én felugrottam az ágyról, és azt mondtam, hát az őrültségbe vezet, hát én nem vagyok vékes agyammal képes felfogni az örök életet. Képesek vagyunk mi felfogni? Nem. Szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme el se tud képzelni. Amikor a Szentlélektől ihletett író, Pál, a pogányok nagyapostola ezt írja, akkor nagyon kell óvatosnak lenni, hogy mi próbáljuk megsejtetni az örök élet csodálatos szépségét, amit Jézus Krisztus készít az őt szeretőknek és az őt követőknek. Az Új Jeruzsálem lesz a világegyetem fővárosa. Ez egy olyan csodálatos igazság, kedves testvéreim, hogy én higgyétek el, hogy 60 éve tudom ezt legalább, én nem tudok betelni vele. És ezt az örömömet, ezt a boldogságomat szeretném veletek ma este megosztani, és az Új Jeruzsálem fizikai valóság, nem eszmei valóság, fizikai valóság lesz, és ezt szeretném sok elsorolni Isten segítségével, és hozni az ígéket a bárány feleségére kapcsolatban, mit ír a Biblia, utána honnan kapja a város a világosságot. Majd utána később az Új Jeruzsálemben nem lesz éjszaka. Ezt olvassuk. Falai drága kőből lesznek. Hát engedje meg a világ, el tudjuk képzelni, milyen az a város, aminek a falai drága kőből lesznek. Egyáltalán nem tudjuk el. 5. A városnak 12 kapuja lesz gyöngyből. Tudjuk, hogy milyen érték a gyöngy ma. Igen. Sok mindent még csak most felsorolom, a város utcái aranyból lesznek. Hát egyik legértékesebb fém a micsoda? Az arany. Nagyra értékelik. Az utca aranyból lesz. Képzeljétek el, hogy itt Doba és Zilak között a betonút helyett, beton helyett arany volna. Lehet, hogy reggelre nem marad egy darab sem. Most, amikor odatérek ezekre a dolgokra, akkor kedves testvérem, én arra kérlek, hogy figyeljünk meg minden szót, amit a Bibliában találunk erre vonatkozóan. Nézzük meg először az Új Jeruzsálem a bárány felesége. Tegnap este hoztam ezt az ígét, és említettem, hogy ma este is találkozunk, de ma este van időnk egy kicsit részeire bontani. Én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálló alá a mennyből, elkészítve, mint férje számára felékesített mennyasszony. Miért nevezi a Szentírás az Új Jeruzsálemet a férje számára felékesített mennyasszonynak? Azért, mert ki a férj? Tegnap este beszéltünk róla, és most csak visszahivatkozom. Ki a férj? Jézus Krisztus. És akkor mit jelent az, hogy egy város Jézus Krisztus felesége? Nem a falak a felesége. Bocsánat a megfogalmazásért. Azért, mert az Új Jeruzsálemben leszünk, ha hűségesek leszünk, és hűségesek maradunk az isteni elvekhez, akkor a városban leszünk. Tehát azok a megváltottak, akiket Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelekor magával visz a mennybe, mi csak 1000 évig leszünk a mennyben, és a Biblia világosan tanítja, hogy 1000 év után az Új Jeruzsálemben a megváltottak lekerülnek erre a földre, leszállnak, és a megváltottakat nevezi a Bibliában Isten Jézus Krisztus feleségének, vagyis Jézus Krisztus gyermekeinek. 2. Honnan kapja a város a világosságot? Én megfigyeltem azt, hogy nálatok az éjszakának nem tudtam megállapítani, hány órától hány óráig nem égnek a villanyok
ez nagyon jól és nagyon okosan, amikor a legkevesebb polgár járja az utcát, akkor lekapcsolják, és ez nagyon bölcs dolog. De hát az miért? Spórolás van valószínűleg, én úgy gondolom. Tehát azt jelenti, hogy az új Jeruzsálem egy óriási kocka, mert a méretek is le vannak adva, én most arra nem tudok kitérni, óriási település, körülbelül 2500 kilométer szélessége, hosszúsága és magassága, el tudjuk képzelni? 2500 kilométer széles, magas és hosszú. Tehát azt mondtam, hogy kocka, és mégis mindenhol világos lesz. Így olvassuk Jelenések könyvének a 21. rész 23. versében. A városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az Isten dicsősége világosította azt, megvilágosította azt, és annak szövít neke a bárány. Kinek a dicsősége fogja beragyogni az egész új Jeruzsálemet? Isten dicsősége. Néhány nappal ezelőtt beszéltünk Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléről, és akkor tudatosan kihangsúlyoztam azt, hogy kik kísérik el Jézus Krisztust másodszor, amikor eljön ítélni eleveneket és holtakat. Mit mond a Szentírás? Eljön Jézus, elkísérik az angyalok, és ki kíséri még el Jézus Krisztust második földi útjára. Emlékeztek rá? Az Atya is, nagyon jól mondjátok. Tehát azt jelenti, hogy Jézus Krisztust az Atya is elkíséri, és ott lesz az Atya is az új Jeruzsálembe. Figyeljük meg a bibliai kimutatást. Mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a bárány kit jelképez? Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, vagyis kit jelképez a bárány? Jézus Krisztus. Akkor most gondolkodjunk, testvéreim, micsoda előjogban lesz részünk, ami hűségesen szolgálunk Istennek ezen a földön. Örökké velünk lesz az Atya is, örökké velünk lesz Jézus Krisztus is, és örökké velünk lesz a Szentlélek is. És ezért nem csodálatos, hogy a Biblia azt mondja, hogy mivel nincs szüksége sem napra, sem holdra, mert a nap nappal világít, a hold éjszaka, miért nem lesz szükség sem egyikre, sem másikra? Azért, mert az új Jeruzsálemben nem lesz éjszaka. El tudjuk mi ezt képzelni? Visszaemlékezek. Amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme el se tud képzelni, azokat készít Isten az ő szeretőknek. Hadd kérdezzelek meg benneteket. Szeretnétek ti is az új Jeruzsálem lakói lenni? Akkor legyünk hűségesek mindenben. Olvassuk a Bibliát, és amikor a Bibliából megértjük azt, hogy ezt így és így kell tenni. Elmondok egy tapasztalatot. Fiatal lelkész voltam. Volt egy nagyon aranyos ember, aki nagyon jól ismerte a Bibliát. Minden áldott nap minimum 2 óra hosszát olvasta. Ha elkezdtem az Ószövetségből vele beszélni, ő folytatta. Ha elkezdtem a proféciákat, ő folytatta. Ha elkezdtem az evangéliumokat, ő folytatta. Kálmán bácsinak hívták, és csak este ért rá, mert mindig dolgozott. És egyik este, amikor ott voltam nála tanulmányozáson, akkor azt mondtam a Kálmán bácsinak, Kálmán bácsi, amikor el akartam búcsúzni tőle, én adnák önnek egy házi feladatot. Azt mondja, hadd halljam. Mondom, 2 hét múlva megbeszéltük, hogy találkozunk. Legyen szíves, készíts el a házi feladatot, a kérdés a következő. Ön, mint hívő ember, aki Bibliát olvas, szereti az Istent, és Istenfélő ember, miben követi Jézus Krisztust? Szóval nem kell 2 hetet várni, megadom én azonnal a választ, mindenben. Mondom, Kálmán bácsi, majd 2 hét múlva. 2 hét múlva, amikor megérkeztem, jó estét Kálmán bácsi, jó estét, leültetett. Mondom, Kálmán bácsi, készen van a házi feladat? Hát, nagyon nehéz feladat elé állított engemet Farok. Mondom, miért? Kezdtem olvasni a Bibliát is azt felt, abból a szempontból, hogy lássam, hogy én, mint keresztény ember, miben követem Jézust. És mondom, mire jutott?
Szomorú az eredmény. Mondom neki, miért? Azt mondja, azért, mert rájöttem arra, hogy én vallásosnak vallásos vagyok, de nem vagyok Jézus Krisztus követő ember. Rájöttem arra, hogy a Bibliát olvasva belátta, hogy nagy részt nem úgy teszek, ahogy Jézus Krisztus tanít engemet a Bibliában. Próbáljátok ki. Olvassátok a Bibliát odahaza. Nézzétek meg, és kérdezzétek meg, amikor az evangélium lapjainál olvassátok, vagy akár Pál levelein, vajon én, aki keresztény embernek vallom magamat, vajon én úgy teszek-e, úgy élek-e, ahogy Isten a Szentírásban meghagyta. Térjünk vissza az igéhez. Nem lesz éjszaka. Olvassuk tehát Jelenések könyve 21 rész 25. versét. Annak apui be nem záratnak nappal, éjszak ugyanis ott nem lesz. El tudjuk mi képzelni ennek ezt a Új Jeruzsálembe való lakozást? Nem. Mert mi tudjuk azt, hogy amíg ember van a Földön, és mi azt tanultuk meg születésünknél fogva, hogy van éjszaka és van nappal. Falai drága kőből vannak, azt mondja a Szentírás. Ugyanitt Jelenések 21-18. versét. Kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. Kedves testvéreim, ha akartok szép dolgot olvasni a Bibliából, akkor olvassátok el Jelenések könyvének a 21. részét is. Meglátjátok azt, hogy János mennyit szenved. Összeszedi az összes drágakövet, a topázt, a jászint, a krizolitot, sorba veszi, hogy valahogy emberi szavakba leírja azt, amit lát. Én voltam Amerikában előadást tartani 2 hónapig, Clevelandban, és egy testvér hétközben elvitt bennünket a feleségemmel, elvitt Chicagóban, a Természeti Múzeumban, és ott egész nap járkáltunk, és van egy óriási, én nem tudom, hogy hány száz négyzetméteren, ahol csak drágakövek vannak. János a legszebb drágakövekhez hasonlítva törekszik írni, és gyöngyökről beszél, aranyutcákról, és így tovább, városkapui gyöngyökből. El tudjuk mi képzelni ezt? Ugyanúgy Jelenések könyve 21 rész 21. verse, 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt. El tudjuk képzelni? Én nem tudom. Akkor harmadszor hozom a Szentírás szavait, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, amit emberi elme el se tud képzelni, azokat készíti Isten, kik számára, és most arra teszem a hangsúlyt, akik őt szeretik. És a szeretetet nem szájjal kell kifejezni, hanem életünkkel. Hogy erre példát hozzak az életből, ha a férj vagy a feleség függetlenül, mivel én férfi vagyok és férj vagyok, így az én nem szemszögömből mondom el, ha egy férj azt mondja a feleségének, hogy úgy szeretlek, majd megeszlek, de a felesége mellett tart egy másik nőt, akkor mennyit ér a szó? Ér valamit? Semmit nem ér. De ha én azt mondom, hogy szeretem az Istent, de nem élek mindent úgy, nem cselekszek mindent, hogy a Szentírásban van, akkor mennyit ér az én szavam, hogy azt mondom, hogy szeretem az Istent? Ér valamit? Egyértelmű. A város utcái aranyból vannak. Így találjuk szintén a 21 rész 21. versében, a város utcái tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. Hát ezt magyarázzátok meg nekem. Ki képes ma este itt felállni és azt mondani, hogy én meg tudom magyarázni, hogy az arany olyan, mint az átlátszó üveg. Bár a gyerekek is azt mondják, hogy faragobási ez nem működik. Itt az első sorban. Milyen arany az, ami olyan átlátszó, mint az üveg? Veszitek észre, hogy mennyire nem találja a szavakat, hogy leírja azt a dicsőséget, ahogyan ki fog nézni az Új Jeruzsálem. Azonban amikor ezt látjuk, akkor hadd kérdezzem, amit látunk magunk előtt. A város vízellátása is fontos. Fontos ma is a tiszta víz, az ivóvíz. Fontos. És a Biblia erről is ír, és azért a város egy konkrétum, tehát valóság, napról, éjszakán nem lesz, miből lennek van falak, minden le van írva, sőt még a vízellátásról is beszél,
és azt látjuk Jelenések könyve 22. rész első versében, megmutatta nékem, tehát az angyal, aki kinyilatkoztatást adta Jánosnak, az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Isten és a bárány királyi székéből jő ki. Honnan jön a víz? Találkoztunk már ma este ezzel a kijelentéssel, hogy Isten és a bárány. Említettük, hogy az Atya is ott lesz, és Jézus Krisztus is ott lesz. Honnan, kitől kapjuk a vizet? Istentől. Én nem tudom többet elmondani, hogy ez hogy történik, mint történik, nem tudom megmagyarázni. Mert én annyit merek és annyit szabad nekem mondani a Bibliából, ami ki van nyilatkoztatva, és most nézzük tovább. Gyakorlati oldalát az új élet, az új földön az életnek. Megismerjük-e egymást az új földön? Olyan sokszor kérdezik ezt az emberek. Vagyan vad emberek leszünk, például férj, feleség együtt szolgált a földön Istennek, és bejutnak a mennybe. Akkor ott nem is ismerjük egymást, vagy fababák leszünk. Akkor, kedves testvéreim, a Szentírás nem csak egy imádságos könyv, hanem nézzük meg, hogy mennyire gyakorlatias könyv. Az élet minden oldalát elénk tárja, még az új földdel kapcsolatban is. És olvassuk az igét, szeretnélek benneteket megemlékeztetni, vagy visszaemlékeztetni, Mária, amikor találkozik Jézus Krisztussal a feltámadás napján, tehát vasárnap reggel, miről ismeri meg Mária Jézus Krisztust? Hangjáról. Mert az, akivel beszélget, azzal azt gondolta Mária, hogy a kertész. És egyik evangélium azt mondja, hogy hová vittétek Jézust, mert nincs a sírban. És amikor olvasom inkább az igét, János evangélium a 20 rész 16. versében, mondané ki Jézus, Mária. Az megfordulván mondané ki, Rabóni, ami azt teszi mester. Miről ismerte meg Mária Jézus Krisztust vasárnap reggel, amikor találkozik a feltámadt messiással? Miről? Hangjáról. Akkor azt jelenti, hogy az új földön ismert Jézus Krisztus megdicsőlt testbe támad fel, erről tanultunk egyik este, hogy Jézus Krisztus megdicsőlt testbe ment fel, és emlékeztek, amikor Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléről tanultunk, hogy ez a hús-vér, ami nekünk van, ez nem örökölheti Isten országát, hanem megdicsőlt testet kapunk. Filippi beliekhez írott levél 3. rész 19-20. versében, hogy hasonló lesz a mi megdicsőlt testünk Jézus Krisztus megdicsőlt testéhez, akkor azt jelenti, hogy még a hangszínünk is olyan lesz. Egy kis apróság, de ezekből tevődik össze az ismeretünk. Másik nagy kérdés, olyan sokan kérdezik ezt az emberek, lesz-e házasság a föld, az új földön? Nézzük meg! Jézus Krisztus, ami teremtünk, megadja a pontos választ Máté evangélium a 22. rész 30. versében. A feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben. Mit mond Jézus Krisztus? A feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek. Kedves testvéreim, a házastársi viszony, az ösztönt Isten azért ültette belénk a teremtéskor, hogy szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet. A megváltottaknak száma betelt, és többé nem lesz házasság. Lehet, hogy most a középkorúak azt gondolják, hogy de várjál, akkor hogy is lesz az, hogy lehetek én boldog? Szeretnék megkérdezni kortársamat, amikor már élemedetté válik az ember, megmarad a szeretet? Tapasztalatból tudom nektek mondani. Elmondok egy élményemet. 6-7 éves voltam,
részt vettem egy esküvőn, és az lelkész, aki eskedte a fiatal párt, én nem értettem, hogy mit jelent, gyerekek ma sem értik, de a felnőttek meg fogjátok érteni. Azt mondta a fiatal párnak, arra törekedjetek, hogy amíg tart a szerelem, megerősödjön a szeretet, hogy amikor meggyengül és elmúlik a szerelem, akkor megmaradjon a szeretet. És kedves testvéreim, ami a házasságban erre törekszünk, hogy ne csak a szerelem kössön bennünket össze, hanem túlszárnyalja, túlnője az igazi, isteni szeretet, az agapé szeretet, hogy én, mint férj, úgy szeressem a feleségemet önzetlen szeretettel, akkor az többet jelent, mint a házas élet. És ez lesz az új földön. Jézus Krisztus ezt világosan elmondja. Örökre Isten jelenlétében élni. Én sokat gondolkodom ezen a tényen, és gondolkodom azon is, hogy hogy lehetséges ez, és valóban örökké együtt lenni Istennel. Ebben a pillanatban az jutott eszembe, feleségemet Pesten találtam meg, és mindössze négyszer láttuk egymást, először megkértem, másodszor szüleitől megkértem, harmadszor, mikor láttam, mentem eljegyezni, és negyedszer, amikor láttam, mentem az esküvőre. Mert nem úgy volt, mint manapság, mert nem volt rá lehetőség. De kedves testvéreim, levelezésben leveleztünk. Emlékszem rá, amikor írtam neki levélben, olyan jó lesz, hogy mindig együtt leszünk. Ma reggel, amikor felébredtem, ugyanezt mondtam 52 évi házasság után. Akit szeretünk, azzal jó együtt lenni. Felülmúl mindent, mert az érzelmiség elmúlik. De ha megvan a szeretet, akkor az örökre megmarad. Hadd olvassam el ezt a csodálatos bibliai kijelentést a Jelenések könyvéből, a 22. részből a 3. és a 4. verset. Semmi elátkozott nem lesz többé, az Istennek és a báránynak királyszéke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Látni Istent. Hát Timótoshoz itt első levélben, a 6. rész 15-16. versében azt közli velünk Isten igéje, hogy Istent soha senki nem látta, és nem is láthatja, mert a bűn következtében megszakadt az ember és Isten között a kapcsolat. A látás kapcsolat. És mi lesz az új földön? Az, amit a bűn tönkretett, azt Isten az újföldön helyre teszi, és azt mondja, látják az ő orszáját. Kedves testvéreim, szeretnék hozni egy csodálatos dolgot. Én nem győzök betenni vele, és ne vegyétek zokon, hogy szuperlatívban beszélek, hogy remek, csodálatos, fenkölt, de szeretnék elolvasni a Bibliából egy-két ígét. Dániel próféta könyvében, a 2. részben, nem tudom ki mennyire ismeri, le van írva egy állókép, amelynek a feje aranyból van, a melle ezüstből, a hasa részből, a lábszárak vasból, a lábfej részint vasból és részint cserépből. És most a 45. verset olvasom. Minthogy láttad, hogy a hegyről kő szakad le kézérintés nélkül. Mit jelent a Szentírásban ez a kijelentés? Hogy a hegyről kő szakad le kézérintés nélkül. A Biblia tanítása szerint a kő úgy az Ó, mint az új szövetségi Szentírásban Jézus Krisztust jelképezi. Amikor ez Dániel próféta elnézést kérek. Amikor Nabukodonozor király, mert Dániel könyvében a 2. részben Nabukodonozor király látja az álmot, amikor Nabukodonozor király látja ezt, hogy egy kő leszakad a hegyről kézérintés nélkül,
akkor ez a kézérintés nélkül mit jelent? Azt jelenti, hogy nem az ember határozza meg Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét, hanem Isten. De most látjuk, hogy a kő leszakad, és azért ismétlem, mert egy vonzatot, egy párhuzamot szeretnék hozni. A kő leszakad a hegyről kézérintés nélkül, és azt olvassuk tovább, és szétszúzza a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt, az aranyat. Az Isten, a nagy Isten azt jelentette ki a királynak, ami majd ezután lesz, és igaz az álom, és bizonyos annak értelme. Mit tesz a kő, amely a mennyei hegyről leszakad, amikor leüti az állóképet? Ezt is olvasom. A kő pedig, amely, a 35. versben, a kő pedig, amely leüti az állóképet, nagy heggyé lesz, és betölti az egész földet. Hát ez micsoda? A kő Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele. A hegyről szakad le, emberi beavatkozás nélkül, leüti a földi birodalmakat, és amikor összezúzza is, a könyv, a Szentírásban azt olvassuk, hogy a porrá zúzza, és mint nyári szélén a pólyvát felkapja a szél, és a földi hatalmaknak helyese találtatik, akkor a kő nagy hegyé lesz, és betölti az egész földet. Ez mi? Mit jelképez a kő, amely leszakadt a hegyről? Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét. Akkor ez valamire utal. Szeretném majd ezt is hozni a Szentírásból, ha kell. Isten, együtt leszünk Jézussal a szombati Isten tiszteleten. Együtt leszünk Jézus Krisztussal a Földön. Jézus Krisztus és az Istenség, a Szent Háromság velünk fog lakozni. Ez egy másik vigasztaló szó, amit találunk Ésaiás próféta könyvének a 66. részében, a 22-23. versben. Azért olvasom a 22. verset, mert ma este az új égről és az új földről tanulunk, és így hangzik itt az ige, mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok is nevetek, és lesz, hogy hónapról hónapra, és szombatról szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr. Csak egy mondatot szeretnék szentelni és felhívni figyelmünket. Figyeljük meg, hogy Isten Édenben adta a szombatot, Sínai hegyen kihirdette, Isten törvénye örök, erről tanultunk, melyik nap lesz az ünnep nap az Újföldön? A Biblia szerint. Nem az egyházak tanítása szerint, a Biblia szerint. Kedd, szerda, csütörtök vagy szombat. Nem én írtam a Bibliát. A ti Bibliátokban és minden Bibliában, minden nyelven azt mondja, hogy szombat. Miért? Mert Isten azt a napot adta. Azonban Isten királyi széke az új Jeruzsálemben lesz, így olvassuk, Jelenések könyvének a 21. rész 3. versben. Nagy szózatot hallottam, amely ezt mondja az égből, ími az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. Mit jelent, kedves testvéreim, az, hogy az Isten sátora az emberrel van? Ez a sátor az Ószövetségi Szentírásban Isten lakhelye volt. Hogy szó szerint idézzem a Szentírást Mózes második könyvének a 25. részében, a 25. résznek a 8. versében a következőképpen rendelkezik Isten a sátor készítésével kapcsolatban. És készítsetek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttük lakozzam. Hol lakozott Isten az Ószövetségi Szentírásban? A sátorban. És hogy a Biblia olvasó emberek olvasva a Jelenések könyvét lássák meg, hogy az Isten sátoroz, mert az Isten sátor az emberekkel van, akkor ez gyakorlatilag mit jelent? Isten az ő királyi székét a mennyből áthelyezi a földre, és ezért a föld lesz a világegyetem központja. Most lehet, hogy amit megfogalmazok, egy kissé terhelő lesz, akkor mit látunk?
hogy Isten megvonta a szeretetét tőlünk azért, mert mi szófogadatlanok voltunk, vagyis őszüleink szófogadatlanok voltak. Bizonyos értelemben igen. De ha mi szeretettel engedelmeskedünk, és elhatározzuk, hogy az Isten szava szerint élünk, és csak a Biblia lesz hitünk mércéje, és semmi más, akkor az új földön ki fog velünk együtt lakozni? Maga Isten. Akkor mi, ha hűségesek vagyunk, akkor veszítettünk, vagy nyertünk azzal, hogy mi bűnbe született emberek vagyunk. Veszítettünk, vagy nyertünk. Még hogyha emberileg gondolkodunk és logikázni akarunk, akkor is azt látjuk, hogy igenis nyertünk. Ezért mondtam a Dániel próféta könyvének második fejezetéből, hogy nagy hegyé lett a kő, és betöltötte az egész földet. Testvéreim, olyan csodálatos, hogy tőlünk visszaszámlálva 2600 évvel ezelőtt Isten a pogány királynak, Nabukodonozornak kinyilatkoztatta azt, hogy Isten az ő trónusát, miután újjáteremti a földet, áthelyezi ide a földre. Az új földbe vetett hit erőt ad a kitartáshoz. Ezért beszélünk róla, nem csak nekünk, minden időn keresztül. Amikor a keresztényeket, kedves testvéreim, vadállatok elé dobálták, és ott szaggatták szét őket, amikor bitófára húzták, vagy mágnyennel égették, mi adott erőt nekik? Az a reménység, amit Isten megígért. Ha hűséges leszel, örök élet lesz osztályrészed. És ezért szeretném olvasni Zsidókhoz írt levél 11. részéből a 25. és 26. verset. Mózesről van ez egy csodálatos, bátorító kijelentést. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, Egyiptom kincsénél nagyobb gazdasságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Kedves esélyem, mi erősítette évszázadokon, évezredeken keresztül, még a üldözött Krisztus követőknek hitét is, mert a megjutalmazásra tekintett. Tekintsél te is, tekintsek én is, arra az ígéretre, arra jutalomra, amelyet Jézus Krisztus hagyott. Jézus mindjárt szeretne az új földön találkozni, szeretnél-e te Jézussal találkozni? És kedves testvérem, ez nem egy retorikus kérdés, nem egy lelkésztől megszóló megszólítás, ez Istentől való kérdés, mert Jézus Krisztus szeretne találkozni velünk. Jelenések könyvének harmadik részével olvasom a 21. verset, ami egy olyan csodálatos, hogy nem tudjuk a végére járni. Ma este csak egy-két dolgot hozott belőle. Aki győz, megadom annak, hogy az én király székemben üljön velem, amint én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő király székében. Kivel tudja Jézus Krisztus az ő király székét megosztani? Aki győz. Kedves testvérem, egyes számba szólítalak meg, szeretnél-e győzni? Tudom, hogy azért vagytok ma este is itt. De szeretném ebben az igében a vonzatot is látni, a párhuzamot. Aki győz, Jézus azt mondja, az velem fog ülni az én királyi székemben. De hogyan győzni? Amiképpen én is győztem. Ezért, kedves testvéreim, egyre szeretnélek mindannyiatokat bátorítani. Ne elégedjen meg senki sem közülünk azzal, hogy mi vallásosak vagyunk. Ne elégedjünk meg azzal sem, hogy bibliaolvasók vagyunk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy templomba járók vagyunk. Ne elégedjünk meg azzal, hogy mi imádkozunk minden evés előtt, vagy este reggel a gyerekeinket is arra tanítsuk. Ez legyen a célunk. Győzelemre jutni, Jézust követni, és Jézus tanítása szerint élni, és elkészülni az örök életre. Ebben segítsen meg Isten mindannyiunkat az ő kegyelmétől. Amen.